Köszöntök akkor mindenkit a ma esti livestreamben, és hát nem megyünk túl messzire, hiszen ahogyan a héten ment a dolog, hát akkor a mai alkalommal is, és hát egyben utolsóként jön akkor a Far Cry 1-nek ugye a végigjátszása, és hát ugye immár ez a negyedik epizódja, és hát most már igen, a mai nap be fogom fejezni a játékot most már, hiszen tegnap gyakorlatilag leolvasztotta azért az agyamat, és úgy érzem, a mai nap is lefogja eléggé csúnyám. Három pálya maradt most már csak, és ezt a három pályát ezt bizony nagyon meg kéne tudni csinálni a mai alkalommal, így ezt befejezni, hogy jövő héten lehessen a Far Cry 2-vel játszani. Hogyha már ugye januárban a Far Cry szériát viszem tovább, akkor bizony-bizony akkor a 2-vel is ismerkedni kelljen. Úgyhogy szerintem hát nézzük meg akkor a folytatást, ami ez most a Factory. És cutscene-nel kezdünk, úgyhogy mert ugye pont itt nyomtam le, hogy na akkor a cutscene, meg minden. Your way inside the compound is about as clear as it's going to get. Oh, and one more thing. When that nuke detonates, it could cause all sorts of strange things to happen. What I'm trying to say is that you might be in danger of being affected by the mutagen. You might want to take some precautions. Precautions? Like not blowing up a nuclear weapon while I'm standing right next to it? I'm dead serious. You should be able to find a serum used as an inoculation in the compound. They usually keep a good supply there. Let's prep the nuke, and then we can go grab the serum. What is this? A bad spy movie? You two are gonna get us all killed! Hát az biztos. Ja, igen. But of course. A csaj fogja vezetni a izét. Érted? És már azzal kezdjük, hogy lőnek. Vagy nagyon messze vannak most. Ha? Tökéletes. Közelebb jöttek. Fogadtam. Tegelem őket. Spannolt még egy. Ja, az a baj, ez így nagyon nem lesz jó. Most már kicsit közelebb is kell menjek. Igen. Közelebb muszáj vagyok menni, mert különben nagyon nem leszünk így jobban. Mert ugye nincs nálam már sniper, csak rakétavető. Az igen. Ez az, hogy basszus kulcs, marha messze vannak. M4-en nem tudok olyan jól lőni. Egy már közel jött. Annyira, hogy már itt is van a seggembe. Na legalább adott egy kis M4 ommót meg kevót. Ínye, de nem akarsz meghalni, te meg? Úgyni. Fogtam magam, oda mentem. És van egy csomó cucc. A shotgun-t veszem elő.
LMG. Valerie got it. It will just take a few seconds for her to get there. Meg kell várnom, még eljön a Chelsea. Nagyon jó. Hát ez most időhúzós lesz, úgy érzem. De tiplizik ám, mint az állat. Most hát Gant azért előveszem. Biztos, ami biztos alapom. Lehet, hogy kelleni fog. Na gyerünk, tójad. Bekő Tony. Ez igen, micsoda mozdulatok voltak itt. Nagyon arra néz, úgyhogy, de szerintem az ajtó erre fog kinyílni, úgyhogy... Aha. Jújjúj! Várjál, újra töltök. Nem így működik. Nézd ma oda, ha csak eltaláld. Aha. Annyira nem vicces. Ah, nagyon jó, az beakadt. Inkább feljövök. Hogy mi? Ja? Hogy innen lőtt? Én nem bírtam hova tenni, hogy mondom, mi történik? Most bezzeg én is tudok lőni a izén keresztül. Ó, legalább szereztem töltényt. Kevlárt is jó lenne amúgy. Ott van. Meg itt is van. De ettől függetlenül még mindig jó lenne szerezni, de úgy látom, hogy fogok is. Oké, jó élet is volt. Ó, szupi. Na, Chelsea hozza a bombótert, a nukleáris tőtetet. Tőte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 t
AG. Ha is ennek szkópja is van. Igen. Jó, ez nem. Jó, hogy ez pajzsot fog.
Én azt hittem, hogy mondom, bagos, az valami mást fog. Az szép volt. Én itt most totáli dead voltam. Hear something? Nope. De csak ne szóljál onnan hátulról, hallod? Basszó, segíteni. Ez az. Egymást robbangatjuk. Nice. Restricted, ez meg... ez a le van kakálva. Ah, majd jön hackelni. Hozzad már? Hozzad már? Kéne hackelni, Csajci. Ja, várjál, most a shotgunt lecseréltem? Mikor? Nem tudom. Nem baj, kipróbáljuk ezt is. Viszont azt néztem, hogy ez meg az M4-es, ez eléggé egy izét. Ez nagyon jó. Val, arm the bomb now. Jack, you must protect her with your life. She won't be able to defend herself. Gondoltam főleg, hogyha vezetni fogja ezt a izét. Alright. Cover me while I arm the device. Ja, hogy? Nem nagyon akarnak meghalni. Dobjál már gránátot, te szerencsecsomag, hát. Úgy akartam is mondani, hogy valószínűleg oldalról fognak jönni. Az igen, kis pofátlan meg nem messziről lő. Innestől kezdve már jön közelebb. Onnan is jönnek.
Az igen? Ne! Hogy rohadjon, mert kifogyott ez a szar. Amúgy jó sokáig tölti azt a valamit. Nézd meg, hát elkezd lőni, nyíl egyes, mihez meg kirohan. Ez a baj, ez nagyon szor. Ja, nagyon jó, hogy nem látok egyébként. Most ez az, hogy elmentem most arrébb. Amúgy ez a jó, hogy ilyen szempontból engem piszkálnak. Már nincs sok életem. Igen, és vissza kéne takarodjak oda, ahova kéne. Csak hát persze, hogy amikor ugye másik oldalt is vannak, és ott ugye van egy csomó... Ez nagyon rossz ez a fegyver. Kéne vissza a shotgunomat. Így nagyon nem lesz jó. Van rakétavetőm egyébként, igen, akár ezt is használhatnám. Jó, hogy van itt, van meg élet. Nézd meg, alig dugom ki a fejemet. Az a baj, hogy itt csak izé van. Aztán egy gránát. Íjj, hogy az anyád. De nézd meg, hát hogy prefire-ről már?
Imádom, hogy amúgy ő csak egy helyben áll, és ez a úgymond a csajjál, hogy egy ilyen szart. Nyer el. Megvan. Hogy az a nénikéd? Ajaj, nem, nem, de nézd meg, és nem segít. Áll, mint faszalakodalomba érted, és nem segít. Ez a nyugodtan halljak is megfele. De nézd csak, ott van a izé, hát valamit csináljál már vele. Ez ő velvül follow-ja. Hogy rohagy meg? Működik a lift. Ó, hát ez nem működik. Úgyhogy nagyon jó. Úgyhogy úgy érzem, fel fogunk robbanni a picsába. Erre kell jönni. Nem ezt akartam, köszönöm. Csak a P90. Hogy rohadjál meg? Jó, hát persze, amúgy érdekes, jó, csaj is összeesett, király, csak hogy... Megint rossz gomb. Igen, ott a gránát, egyétek meg, úgyni. Jó. Megvártam. Megérkezett. Biztos, hogy nem kell menni.
Nagyon jó. Ezzel az kifutottunk. Megvan a Factory, úgyhogy most már csak kettő van hátra. Ez nem túl jó, főleg, hogy nincs fegyverem. Ah, de. Hirtelen lepottyan egy M4-es. Hát, ez így... Nem lesz jó, főleg, hogy az internetem is gondol egyet, és egy picikét így... Száll egyet. Tíz? Mi? Mit fogok én kezdeni egy tízzel? Ezért kérdezem, én mit fogok tudni kezdeni egy tízzel? De amúgy semmim nincs. Ez kész, ez pont arra volt, jó? Oh. What a volcano laboratory. Aha. De úgy, hogy beugrok én itt a vízesésbe? Valom? Igen. Csak most a baj az, hogy nincs töltényem. Ó-ó. Ó-ó. Itt kérem szépen, nagyon szopó van. Saving, jó van. Az igen. Ott, nem tudom, hogy ott az micsoda, az a kis cucc. Valakinek a karja volt. Well, I'm lost on a jungle island infested with mutants, but other than that, I'm doing great. How are you? Yeah, I get the idea, wise ass. But at least you're alive. Jack, you have to get out of that area right now. The best way out is straight through the fortified walls. The good news is that it's not far from where you're standing. Ja, csak túl kéne élni a francba. Ja, és kösz! Machine gun, csak itt a... Ó! Oh. Nos, ezért jó, hogy magamra hívtam őket. Ki tudom őket szedni, nagyon gyors. Jézusom! Potrás van. Ouch, nem, ezek lőnek. Nem jó, nem jó.
Az a baj, hogy nem élek már sokból. Úgyhogy az hagyjon lógva. Ne basszál fel. Hoppá. Doyle, my armor's turning green. Sounds like you caught the bug. I thought I took the antidote. The antidote should have been able to handle it, but a containment leak could have saturated the air with mutagen. That's what happened to Krieger. Krieger's infected? He developed an agent to keep it from spreading. He's still on the treatment. I'm sure he's got it with him. I'll see if I can talk him into a sample. Ask nicely. I wouldn't say he's completely human. Jó, van keycardom, meg minden. Tankolunk. Ez mi sniper? Oh, yes. Ah. Tök jó, hogy van három olyan fegyverem, ami osztozkodik a töltényekben. Ez gyönyörű. Jó, szóval látni azt, hogy a híd az leszakadt. És ő várjál. Hát most nekem akkor itt ugranom kell. Gyönyörű volt, köszi. Látom, ez... Néha jött össze... De lehet, hogy erre kell menjek. Au! Van egy nagyot. Ouch! Mert rohadt nehéz irányítani ezt a cart, és nem látok semmit. Ez nagyon jó. Igen, ez a probléma, hogy azért az autós mechanika egy kicsit rosszabb mód rossz. Nem látok semmit gyakorlatilag. Jaj. Tudok felmenni, vagy most mi van? Néma, de... Az... Istenedet. De jó. Elütöttem pedig. Amúgy nem lehet teljesen elütni őket. Szóval ez így eléggé gáz. Átugrani nem tudom. Rohadt jó lenne. Igen, szóval valószínűleg őket szét kell lőni a rákba.
Menj már föl, te rakás szar. Köszönöm. Olyan jó volt pedig. Nagyon jó, nem tud mit kezdeni. Kérdezném azt, hogy... Milyen rosszabb lő még mindig? Ez a fegyver, de szor. Nagyon jó. Ja, hogy ő nem dead? Mert nem vagy halott? Nem tudom, de ő már ott meghalt. Ó, hát te is. Te hiányoztál. Nagyon jó, gyakorlatilag le lett már lőve az M4-es. Totálisan. De ha nem... Hú, te hallod? Ez istenem, hogy nincs egy normális útvonal. Tudod mit? Jól húzni fog, ott rohagyjál meg. Szarok ki mindenkinek a pofájára. Csak ha látnám, hogy hova megyek, azért az annyira jó lenne. Vagy igazából valahogy az lenne jó, hogy itt kerülök, meg minden, és akkor az útra megyek. Ja, valószínűleg az lesz a oldás. Hát az lenne a megoldás. Elütlek a rákba. Nem ütlek el a rákba, úgy látom. De rohadt immunisak, de amúgy érted, és akkor még ott van egy nagy szakadék. Meg volt a... Csak hogy a picsába robbant ez így föl? Na, úgy megtaláltam a izét. Hogy tudok ott az úton menni. Nem, rohadj meg! De nem szeretem ezt az... Nem jó ez az FPS nézet vezetés közben. Ha olyan szinten alig bírom magam koordinálni.
Rohadj meg, ez is láva, de nem tudom, hogy merre megyek. Azt a szájba kúrt utat szeretném használni. De ugye nem tud akkorát ugrani. Az sem út. De ne bazd már meg, hogy az se út. Aha, várjál. De ez jó lesz. Megtaláltam, csak úgy néz ki, hogy ugrálni kell közte. Franc. Igaz, amúgy egy kurva jó megoldás. Akkor most itt mentett. Pont itt. Kurva jó. Nem, ezt inkább is itt töltsd vissza. Na ilyen korú, hogy egyébként úgy csinál autószévet, hogy csinál mindig egy-egy mentést egy checkpointnál. Ja, viszont azt mondja, hogy... Az Isten töke, de... Most meg mondjuk előzőleg is alig bírtam átugorni. Ó, hogy az ég áldja meg. Ne is haragudj, de ez olyan akciófilmbe illő volt ez a jelenet. Úgyhogy végül is ez sem volt rossz. Igen, és egyébként csak szólok, hogy most ugye már nincs már meg a izém. Te normális vagy, baszod? Egy rakétavetővel érted nekem, Rond. Íni, szépen töltsük ezt túl. Jó, megvagyunk. Akkor nekem oda kell fölmenni. Á, most már megvan a... Utcos.
Gránátom meg amúgy nincs még mindig. Ó, hogy te egyél kakát. Nem kiszúrt ez a mocskos állat. Nem mocskos állat ez. Jó, hát persze, fal mögül azért könnyű. Nyom meg az a édesanyádat. Found him. Édes nénikéd. A kurva szádat, de... Érted, rohan és akkor olyan prefire-tól. Na jó, hol az a... 90. Ez az, bejutottam. És jön az utolsó pálya. Oh boy. Jók vagyunk. Pláne, hogy alig van kevlárom. Élet. Van, amit mindenhova be lehet menni. Ó, köszönöm. Ja, legjobb helyre jöttem. Nekifogytam. Kurva szátokat. Ó, ennyivel ezzel nem lesztek... Nehezek. Ott bosszátok meg magatokat. Édes anyádat, azt. Hát nehogy kinyíljál tényleg. Na jó, de persze, és akkor ide vágja baszod a shieldeseket. Ó, hogy... What the... Tudod mit? A rohadt szád... Nem. Itt van ez a böszme rakétavető, tele vagyok izével. Léci Jack, mint egy nyugdíjas, dolgozzál úgy, bazd meg, el ne dobd a gránátot, légy szíves, halljál meg meg még 18-szor. Jó, oké, ügyes fiú vagy. És ugye persze. Nem! A kurva anyád most már, hát... Épp, hogy alig néztem ki. És így duk, így dead. Nézd meg, tehát ez a durva, hogy még rakétavetővel se lehet őket.
Ja, mert védi őket a rohadt shield. Ja, hát és akkor érted, rakétavetős még ugye ráadásul. Még szerintem ennek azért valamennyire az lenne a lényege, hogy itt most beküldök egy a... halomnyi rakétavetőt. Most nem akarok utólag robbant a gránát. Halljak meg, hogy ennek ez lesz a lényege. Gyerünk. Azt a rohadt! Pedig sikeres volt. Egyébként a durva az az, hogy tényleg rakétavető lesz az, ami használ. Rohadt jól csinálom, akkor rakétavető. For the win. Csak érdekes, hogy azért... Vaja az, hogy nagyon gyorsan lelövik egyébként rólam a kevlárt. Azt veszem észre. De ilyen hipergyorsan. Nem akarok izé lenni, de fogadjunk, hogy ez lesz, hogy... Nem gyanús ez? Szóval az, ahogy én itt most az összes rakétát én itt kilőttem közéjük, meg minden, ezzel nyertem. Ez mesterien működött. És fogadjunk, hogy checkpointot nem fogadni. Ah, de. Next.
Aha, jó van. Igen, szóval ez úgy érzem, egy kicsit fair enough. Hogy az anyád. Jó. Ez nagyon jó. De sokat látok ebből. Ne, kifogytam. Rohadj meg, és ezt fogják kihasználni, aki buzik. Magára robbantotta a gránátot, de ügyes volt. Na jó van ám! Mi a franc? És komolyan még ülő? Gyerünk. De az any... Én nem értem, mi történik. Történik itt minden. Na jó, de én komolyan nem értem ezt a játékot azért. Jó, mert dobja a gránátot. Összecsíteli magának. Megint hogy? Meg honnan? Meg mi? Azaz, dobjatok gránátot. De... Öcsém! Mit csináljak? Find Krieger in his facility. Megtaláltam. Azt a kurva nénikét! Hát hogy lelövik már rólam mindent? Oké. Kapom a gránátot. Büdös szaromat már. Kurvára fel a játék, mit nem mondjak. És honnan? Lövi a gránátot.
Ez kész. Juhú! Jó! De hagyjuk ezt! Á, kurva anya, de nem hiszem el, érted? De nincs egy rohadt fedezékem. Hogy lehet egy főbosszt így megcsinálni, hogy esélytelen? Mi? De... Mi? De az előbb meg eddig azzal szórakoztam, hogy ráküldtem két rakétavetőt, hogy hármat, meg minden, és minden áron én döglöttem meg a katonák miatt, meg hogy ő kurva jól lő. Most meg belesoroztam azzal a... szkópos izével. Fegyverrel, párat, és megdöglik. De kurva kiábrándító ez azért. Trigens are fiercely loyal, and you just killed their father. I'd love to see how they take the news, but I've got a super mutagen to sell. Doyle, unless you give us the antidote, you're not leaving this island alive. Now, I know you won't believe me until I've got a gun pointed at your head, but it's true. Sorry, Jack, I'm gonna need it. Forgive me if I don't shake your hand. Ja, hogy még nem is izé volt, Krieger volt izé főbossz. Rohadjon meg. Ja, Doyle. Úgyhogy most még Doyle-t kell kinyírni. Hát ez szuper. Várjál, nem tudok cserélni fegyvert. Ez az, hogy van sniper. Mink van? Új CV. Machine gun. Igen, az a baj, hogy a P90, tudod mit? Próbáljuk ezt a machine gun-t. Ó, de ugyanazon... Ó, bassza meg. Ez azért nem jó, hogy ugyanazon lőszeren osztozkodik, úgyhogy nope, akkor add a... Mit vette fel? Szerencsicsom. Az kell a... Várj. Igen, ez a sniper. Nagyon jó. A rakéta, tökéletes. És így mentünk egyet. Jej, és egy főbossz, ó. Ú, várjál, engem nagyon lőnek. Az jó. Most a kérdés az az, hogy várjál, messziről lőnek ennyire?
Ujjjjj, te várjál már! Itt... Jézusom, jó, itt van minden. Nagyon ki kéne ismerni a terepet egyáltalán, kezdik azzal. Szóval azért meg, szóval megint kap be játék. Rohadt genyó. És ez a baj, ez a moslék nagy melák, ez meg még ráadásul jön. Ja, azt nézem, hogy még egy irányból lőnek pedig. Három irányból biztos, hogy lőnek, meg itt van a nagy melák egyébként. Ja. Kezdjük már azzal, hogy ott azt a izét, ezt megpróbálom kilőni. Másikkal meg úgy néz ki, hogy nagyon el fog tudni bánni. Arra van! De nem látni! Beszarás, nézd meg, tehát azért lőttem már egy párszor. De nézd meg, mihez kilépek, már egyből szétlőnek. Az a baj, hogy azt a szembelevőt is tudni kéne kiszedni. De nézd meg, és lövöm, és nem. De te miért jöttél föl? De egyszer fel tud jönni, egyszer nem. Jó van. Mindig kedves játék. Kurvára fair vagy. Na, tudod mit? A tökéletes lövészek. Én ezt egyszerűen nem hiszem el. Az a baj, hogy már szerintem, ha jól láttam, az is rohadt messze van neki. Várj, mert tudok nagyot ugrani, vagy ez csak egy tök véletlenszerű dolog? Kérdés az az, hogy sikerült-e kilőni. Most már igen. Nagyon jó, sikerült. Még valaki van. Jó, hogy... Ó! Jó, már értem. Aha. Ne, ez feljött!
De miért tudod feljönni? Pedig ott be volt szorulva. Jó, viszont megvannak most már. Potenciális. Már akartam is mondani, mondom, hogy légy szíves, hallj meg. Rohadt ajtó, hát szabotál, érted? Jó. Csak kérdezném, hogy mert tosszért kezdek el én így sebződni. De miért sebződök? Rakétásokból van egy pár. A helyzet az az, hogy én most masszívan nem örülök ennek. Ouch. Dead. Igen, de most a helyzet az az, hogy nem élek sokból, és itt a lift. Működik. Valószínűleg nem véletlenül. Nagyon jó, kill the oil and get the serum. Oké, okay. Kezdjük azzal. Ő hol a picsába van? Én hogyan jutok el oda? Itt hova kell menni? Volt ott egy lift. Oké, okay, ennyi volt a sniper amúgy, de kellett amúgy. Igen, mert hogy megnézve itt ezeket... Ó, ott egy ajtó, oda kell menni akkor. Ó, csak mibe mernék fogadni, hogy lesz még akkor a szemétláda a játék, hogy ennyi életem van, 18. És még most valamivel meg fog szivatni. Most, hogy kinyitom ezt az ajtót?
Mert akkor működik most a lift. Vagyok benne biztos, csak lehet. Igen. Azért aktiváltam. Tele élet eddig jó, csak kéne tele kevlár. Bár hát mennyi értelme van, mondjuk valamennyi azért van. Save game. Oh boy. Ah, oda kell menni. Várjál, azért megkísérlem, hát ha itt vannak dolgok. Ők benne biztos. Aha, egy szétkúrt ajtó. Az mindig jó. És szerintem az is egy szétkúrt ajtó lesz, úgyhogy lehet, hogy azzal se érdemes próbálkozni. Túlságosan mindjárt megnézzük, egyre közelebb, igen, köszönöm szépen. Hát akkor igen, tehát arra megyünk. De azért megpróbáltam, hát ha ad a játék, mondjuk mit tudom én, egy kevlárt, de mondjuk mit tudom én, plusz töltény, meg ilyenek. Of course! Én mondtam én, hogy valamivel még szivatni fog. Nincs az az Isten. Ne tegyen ilyet a játék. Ezért mondtam, hogy biztos igaz, hogy amikor a kis szemét láda tud lenni. Eljátszik valami ilyesmit. Érted? Nevéd a társad? Volt még valaki? Hát ez gyönyörű. A rohadt nénékédet, tehát ez a gránátot ide dobta. Hogy lehet valaki tényleg ekkora bunkópöcs? Hát én nem hiszem el. Esküszöm, oda fog küldeni egy gránátvetőt most már, de tényleg. Hogy az igen? Egyből méhes gránátvetőt használok, és így nyílenél est, így jön kettő. Kik azt mondják, hogy agyukat gránátvető van. Viszont az a baj, hogy elhasználtam egy gránátot, most olyan szarul. Nem, megint kezdi. És hol van?
De érted, olyan helyeken bújnak el. De nincs se életem, se kevlárom. Jó, most már kevlárom akad, de életem meg alig. Ez volt Doyle! You don't understand. They sent me. They're always watching. You can't change this. You can't change the future. Érted? Tehát én nekem tényleg leolvadt az agyam, kész. Leolvadt az agyam. Nem, egyszerűen nem. Nem hiszem el, bazd meg. És ez volt Doyle. Azt hittem, hogy azért ennél valamennyivel nehezebb lesz. Ott volt Krüger. Vagy Krieger. Tököm tudja, hogy hívják. Lényegtelen. És önálló is ez volt a röhely, hogy oda nyomtam 2 vagy 3 rakétát, érted, a rakétavetővel, meg stb. Az a meg se kottyant neki, tehát így ez a lelülés, és szarom meg minden. Hát aztán azt mondom, hogy jó, hát akkor tudod mit, inkább akkor csináljuk azt, hogy elkezdem sebezni mondjuk egy izével, egy... hogy hívják a... nem LMG-vel, mi az fegyvere, az automata fegyver, assault rifle, na, eszembe jut az a távcsövessel, elkezdem sorozni, és abba sebződik be olyan izomból, hogy egyszerűen beadja a cutscene-t meg minden, és itt van Doyle meg a kit. Tehát, hú, te! Igen, szóval ez a játék leolvasztotta eléggé masszívan az agyamat. Hát nem kicsit. Mert... borzasztó nehéz. Medium fokozaton amúgy csak szólok. Medium volt ez, amivel ennyire megszenvedtem. Szóval rohadt unfair a játék. Úgyhogy igen, úgyhogy itt a stream, vagy hát itt a végigjátszás elején, ugye pont itt volt itt a diskurálás a cseten, hogy állítólag tényleg, hogy mennyire nehéz a játék. Csak amiatt nehéz, mert borzasztó szenya. Tehát nem amiatt nehéz, mert hogy mondjuk tényleg, mit tudom én, olyan dolgok vannak, amik mondjuk, mit tudom én, a puzzle, vagy mit tudom én, kevés lőszert ad, és akkor amiatt nehéz, hanem mert egyszerűen az ellenfeleknek ilyen 8. érzékük van, meg tudja tököm, hogy gyakorlatilag úgy rohan már ki az oszlop mögül, hogy instant rád lő, és eltalál, meg némelyik megnéz, meg le is bírja szedni a kevláromat és a HP-mat, mintha tényleg nem is lenne. Vagy nem tudom, papírból lenne. Vagy valami ilyesmi. Szóval... hát ez az első rész, ez borzasztó szenvedős volt. Hát... régi játékról beszélünk, ugye 2004-es, bár... szerintem akkor nem voltak ennyire nehéz FPS-ek. És ő kivételesen eléggé az. Úgyhogy... ezzel a játékkal igazából lehetne gyakorlatilag büntetni valakit, mondjuk akár olyan embert, akit mondjuk utálsz, azzal büntetheted, hogy tessék itt a Far Cry 1 játszával, és esetleg mazoistáknak való még egyébként. Szóval ezt ilyen, hogy is mondjam, mértékkel. Ez a demo loop. Ez a demo loop. Tök jó. Na, tessék, lehet ezt így hagyni ez a háttér, úgyhogy király. Na, hát... ja, hoppá, én meg hülye vagyok, azt nem állítottam meg a timert. Gratulálok magamnak. Egyre olvasztott le a játék. Na, viszont, hogy akkor ezáltal, hogy sikerült Far Cry 1-et befejezni, így... hát jövő héten, akkor, hogy megtartsam akkor a hónapot, a Far Cry hónapot, így... akkor a... jövő héten a Far Cry 2 lesz. Nem tudom, mire számít, csak emeltek annyi biztos, én amennyire láttam. Nem is tudom, bemutatót azt hiszem. Hogy számítani kell arra, hogy folyamat szedni kell majd pirulát, meg keresni kell gyógyszert, és még lehet, hogy az miatt fog nehezedni a játék, hogy lehet, hogy a fegyverek egy kicsikét úgy döntenek, hogy unják a banánt, és most nem fognak működni, például ilyen funkciókkal lesz majd pluszba tele, de azon kívül szerintem más dolog meg nem igen. Vagy hát, ha körülbelül ugyanilyen éjjel fogunk kapni, akkor szerintem a maximális agyleolvadás fog majd következni, úgyhogy aztán már 3 az már kellemesebb lesz ennél szerintem, de minden esetre ez várható.
Úgyhogy a hétvégén felrakom, és gyorsban megnézem, hogy működik-e, és nem el kell még patchelni, meg ilyenek. Úgyhogy jövő héten akkor Far Cry 2, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lettem volna mára, mert hát befejeztem a játékot, másfél óra után. És akkor jövő héten akkor a 2, Far Cry 2. Aztán majd meglátjuk, milyen lesz. Addig is akkor további szép napot, szép estét, előre is jó hétvégét, sziasztok!